Sziasztok, ami nagyon fontos volt a táborban, hogy lehult a lepel a kozmetikai termékekről, ugye ez volt a legfontosabb, de én szeretnék bemutatni egy csomó olyan terméket, amik az elkövetkező időszakban jönnek, egy kicsit így motiváció jelleggel. És hát itt sok minden elhangzott, de csak annyit tennék hozzá Szizsóhoz, hogy egy jó vezető elsőnek érkezik, és utolsónak megy el. Mi ezt nagyon komolyan vettük a gála dinneren, tehát hogy nehéz is volt a másnap reggeli szunya, de azt gondolom, hogy tisztességgel megünnepeltük Bakardi úrnak a születési helyét, úgyhogy jó volt ez, jól sikerült. Elhangzottak célkitűzések is, és egyöntetű célkitűzés volt, és ez az európai teljes piacra, hogy 2024-ben megduplázni a forgalmat, és azt gondolom, hogy hát szerintem én nem ismerem a számokat, most csak a Szabó Szabolcsal így ilyen, hogy mondjam, válvetve beszélgettünk róla, hogy milyen lehetett a novemberi forgalomnövekedés, de azt mondta, hogy brutális. Igen, itt most integet még, hogy nagyon brutális. Úgyhogy lehet, hogy mi egy hónap alatt teljesítettük ezt, még nem tudjuk ugye tényleg a hivatalos számokat, de képzeljétek el, hogy ez 2024-ben, hogyha így fog folytatódni tovább, akkor hova fogunk jutni, hova fog jutni a pénztárcátok, és ezt megtámogatva. Igen, a következő termékeket is a kozmetika után szeretném bemutatni, bár itt azt hiszem előtte még volt egy, de arról már nem akarok már tündi azt. Ez a felső, igen, mert kell is egyébként, mert szerintem itt egyszerre nekem sokat lépett, és valószínűleg azért, mert igen, ez volt az első, és akkor rögtön a következő, hogy hát elsődleges beharangozó, Szabó Szabolcs azt mondta, hogy ne mondjak dátumot, de Mr. Gigi-től elhangzott egy február 1-e. Ezt tudjuk, hogy azért ezek képlékenyek, mind a zselé kapszula, vagy a gél kapszula. Egy omega 3 olaj, ami ilyen gél kapszulában lesz elrejtve, ez lesz a következő termék, amelyik megjelenik a magyar piacon. Azt gondolom, hogy ez egy várva várt, nagyon-nagyon várva várt termék lesz. És hogy a három fő maga három zsírsavat gyönyörűen egyébként kiírva, és mennyiségileg és minőségében is ez egy norvég omega, vagy egy norvég halolaj, egy nagyon-nagyon magas minőségű termékkel lép a piacra szintén a DX-en. És hát őszintén ezt nagyon-nagyon várjuk ezt a terméket, sok minden miatt, mert ha megnézitek azokat a dolgokat, amelyeket egyébként Ganoderma önmagában is tud, de ezt megtámogatva egy omega 3 olajjal, azt gondolom, hogy ez egy hatalmas nagy dolog lesz, és nagyon-nagyon jó eszköz lehet arra, hogy megvédd a saját üzletedet, és tud, hogy a lehető legjobb helyen vagy. Mert a DX-ennél jelen pillanatban, és ezt bátran kimerem bárkinek ajánlani, Magyarországon és Európában nincs jobb üzleti lehetőség, és nincs jobb termékkör. Jó, tehát ez jobb, hogyha tudjátok, és jobb, hogyha ezzel bátran tudtok is foglalkozni. Így fog kinézni, majd maga a termék, 90-es kiszerelésbe lesz, és tényleg nagyon-nagyon várjuk. Aztán a következő, ez nagyon-nagyon örültek a spanyolok ennek, mert Andalúziából származó olívaolaj, ahol a világ legjobb minőségű olívája származik, onnan lesz a DX-ennek az olívaolaja. Egy ilyen kristályüvegbe csomagolt, itt van Andalúzia, tehát hogyha valaki majd egyszer kedvet kap, hogy megnézi közelebbről, hogy hol vannak azok az olívafák, ahol a bogyók és maga készül. Hát maga a vidék is gyönyörű, de szerintem az oliváról nem kell. Ez olyan, mint a Tündi, amit mondta, hogy nem kell egy csomó dologról magyarázni. Tehát mindenki valamire való, hogy szoktam mondani. Úgy. Tehát az oliváról mindenki tudja már, hogy miért hasznos és miért jó. Elsősorban egyébként azt gondolom, hogy szív, érrendszer, koleszterin témakörben nagyon jó lesz, és egy kristályüvegben ilyen gyönyörű kiszerelésben lesz. Tehát, hogy ez nem csak extra szűz lesz, hanem extra kiszerelés is. Tehát, hogy itt szüzek és nem szüzek nagyon örülhetnek mindennek. És hát ami még jön, a következő, az a DX-nek Etiópiából származó 100% arabika kávé, egy őrölt kiszerelésbe, nem őrült, hanem őrölt kiszerelés, és Ganodermával. Ez azoknak lesz nagyon jó, mint az én drága kis szeretett bátyám,
aki imádja saját maga főzni, saját maga megtömni a kis kávégépét és kifolyatni. Ez egy olyan kiszerelés, ami nem egy olyan kávé jön most a piacra, hogy egy új zacskós, amit föl 80 fokos vízzel föl tudunk, és másik helyet fogod meginni, hanem ezzel új piacot tudunk, mert azokat fogjuk megnyerni, akik idáig nem itták a Dékszen kávéját, mert ragaszkodtak az illathoz, ahhoz az ízhoz, amikor így kifolyik a kávégéből, és őket fogjuk tudni kiszolgálni ezzel a kávéval. És hát ilyen, így fog kinézni maga az zacskó, úgyhogy hát egyszerűen szerintem csodálatos, és a legfőbb üzenet ez volt, hogy amit az előbb is mondtam, hogy nincs Európában jelen pillanatban azt gondolom, hogy a network marketing világában jobb üzleti lehetőség, mint a DX-en. Ezt képviseljük bátran és nyíltan, mert mind a marketing terv szempontjából, mind a termékek szempontjából, mind a gyors pénz szempontjából azt gondolom, hogy teljesen egyedüli lehetőség. És most viszont tényleg eljött az idő, mert egyetlen egy kényszerítő dolog az bekerült, mégpedig az, hogy január 31-én től, hogy kimarad benn a kalapba, kik az igazi vezetői Magyarországnak, és én kívánom nektek, hogy akik itt vannak, mindenki maradjon a kalapba, és január 31-én mindenkinek meglegyen a 600 pontos regisztráltja. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet.